Jó napot kívánok, kedves uraim! Tisztelettel, kedves uram! Krisztián! Hallod, amit mondok? Ezt nem hiszem el! Megint meghaltam, és elvesztettem mindenem! Pontosan, pontosan! És ezzel az a gond, kedves Krisztián, hogy ugye... ehhez egy kicsi agyat kéne növeszteni, hogy ezt befejezzük. Igen, igen, meg kéne tanulnom jobban Minecraftozni. És ezt a következő helyen tehetem meg. A Minecraft iskolában! Juhú! Na, igen. Hol van a Minecraft iskola? Hol van a Minecraft iskola? Igen. Itt van? Nem, a francba. Hová bújt? Ide bújt! A francba, itt sincs. Ezt nem hiszem el. Várjál, lehet, hogy itt van. A Krisztián, Krisztián, várj, van? Várj, várj, várj! Hol van a Minecraft iskola? Krisztián, Krisztián, nézd ide! Nyugi, tudod, hol van a Minecraft iskola? A szívünkben. Nem. Rejtőzik. Nem, a szívünkben nem. Ja, akkor hol? Még sehol, ugyanis meg kell építeni. Come on! Ugye gyere, építsük meg! Juhje! Náló srácok, ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, és ez nem más, mint a Krisztián, hanyadik rész? A 128. Hát azért nem. Szerintem pont a fele. 64. Szerintem pont a 64. Pont a fele. Akkor lehet, most hogy pont eltaláltad. Hány rész lesz? Mi? Pont eltaláltad, csak kétszer annyit mondtál. Mit csinálsz? Na, kész is van az iskola. Jó, ugye nem építettél rá a... üzére? A járdára, mert akkor szarrá verlek. Megépítettem az iskolát. Milyen? Hője! Hát ez egy remek iskola, Krisztián. Tanítsd meg, hogy kell nem elveszíteni az elit drámat minden videóban. Oké, okay, de ez még nem az iskola, hogy bontsuk le. De. Szóval, srácok, ebben a videóban... lebontja az iskolát! Hülye barom! Ebben a videóban iskolát fogunk építeni, legalábbis elkezdjük. Már megépítettük, ha most bontottad le. Látjátok, milyen hülye ez a Krisztián, ezért kell az iskola. És illetve... itt van Lüke Pál is, akinek nem árt az iskola, mert ugye Lüke. És hogyha na, elvisszük az iskolába, és leteszi az érettségét a Lüke Pál, akkor... okos Pál lesz. Ja. Vagy Zseni Pál. Zseni Pál, igen. Hogyha elvisszük az iskolába, és lerakja az érettségét, akkor átnevezzük Zseni Pálra. Mert akkor már nem lesz ja. Lüke. Srácok, írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e, hogy a Lüke Pál, hogyha kész az iskola, akkor kijárja az iskolát, és Zseni Pál legyen belőle. Szóval, srácok, ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint iskolát fogunk építeni, ugyanis a Krisztián nagyon sokszor meghal, meg hát én is meghaltam, és nem csak amiatt, mert a Krisztián meghal, hanem amiatt, mert hogyha elveszítjük a cuccainkat, akkor nagyon sok gondot szokott az okozni, hogy visszaszerezzük őket, vagy visszaenchantoljuk, mert mindig oda kell menni az enchant table, és akkor enchantolni, és akkor ja, egyszer csak lesz olyan ruhád, amilyet szeretnél, meg cuccod. Viszont, ha építünk egy iskolát, és kinevelünk pár diákot, aki olyan könyveket ad nekünk, amire mi nekünk szükségünk van, akkor csak oda kell hozzájuk menni, megveszelgetni, egy ráencsántalni a cuccokra, és kész is a mega király cucc. Ne igaz, Krisz? De, Máté, na? Szerintem nézzünk el balra, és mondjuk is el a srácoknak, hogy miért nem volt ilyen sokáig Minecraft. Jó, háromra. Egy, kettő, három. Ja, jaj, bocsánat. Na mi ez? Én elnéztem balra. Na, te mit, mi jól nézel? Ja, akkor a másik irányba. Jó, akkor a másik irányba. Egy, kettő, három! Azt a mi ez? Mint hogyha én nem tudnám. Hát igen, srácok, ez itt az oka annak. Nagyon sokan kérdeztétek tőlünk, hogy miért nincs Minecraft, meg hogy mikor lesz Minecraft, meg stb. Ez az oka. Ez egy világtérkép akar lenni, amit most le is bontok innen. Igen, ne, még ne bontsd le. Mert? Mert rontottad. Azt akartam mutatni a srácoknak, hogy képzeljétek el, hogy fölmentem. Igen. Hogy ott vagyunk mi alul, ugye? Igen. Várjál, ott vagyunk, igen. Igen, és fölrepültem ide, ami körülbelül alapból 10 perc oda fölrepülni. Aha. És ott van az a három keret, azokat azért raktam be, mert azokat azt a három térképet akartam fölfedezni. És már fölfedeztem azt ott. Jaj. Ezt nem tudtam, hogy ez leesik egyből. Azt ott, meg ezt a középsőt itt fölül. Aha. És mentem volna ide a harmadikra, és leszálltam egy fára, és meghaltam. És elveszett az elitrám, meg az a két térkép, amit felfedeztem, meg minden cuccom, meg én, meg fegyverem, meg ja, ezért
Máté, na nem baj. Vágd már ki. Chris. Máté, vágd már ki. Oké, okay, viszont semmi baj. Igen, és utána ilyen hány ingerem lett az egésztől, és akkor mondom, én ezt nem fedezem fel, ezt a hülye térképet. És igen, akkor... igen. Plusz, ugye, srácok, ez egy darab térkép, tehát egy, kettő, három darab térkép van itt fönt most, és mindegyik térképet legalább 20-30 perc fölfedezni. Rengeteg időbe telik. Ezt egy videóba akartuk megcsinálni az egészet, de hát ezt nem tudjuk egy videóba megcsinálni, mert rengeteg idő lett volna. És egy kicsit el is ment a kedvünk tőle, szóval szerintem én ezt nem bontom le, hanem itt hagyom, és akkor majd így szépen lassan majd fejlődik videóról videóra szerintem. És akkor lesz egy teljes világtérképünk, mert amúgy nagyon jól néz ki, és nagyon jól fog kinézni, hogyha teljes világtérképünk lesz. Jó, nyilván nem az egész világról, de itt a környező helyekről. És tudjuk, hogyha mit tudom én, kell homok, vagy hó, vagy bármi, akkor tudjuk, hogy hova kell menni. Na, viszont Krisztián, kezdjük el az iskolát, semmilyen nyersanyagunk nincs szerintem. Ja, egy iskola az miből szokott lenni? Ez iskola az mindig fehér. Igen? Ja. Jó, remek, akkor megint fehér blokkokat kell szerezni, én nagyon örülök. Nem kell amúgy, kívülről tégla szokott lenni az iskola, az a brick stove, az a brick wall, szóval agyagot kell szerezni. Remek, az még jobb, azt még annyira se lehet. Táhogy nem, Máté, mivel is kell agyagot szerezni? Ja, de kell aqua affinity, meg ilyenek, mi? Ja, Azta, nincsen izéd? Tartalék ruhád? Mindjárt megnézem. Egy elitrám az van. Ja, azt majd, az igen, és el kell menni majd farmolni elitrát. Igen, igen. Srácok, olyan rég volt Minecraft sorozat, már azt tudom, mi van. Igen, ez az izé, most nagyon elrontottuk, mert mindig rá akartuk venni magunkat, hogy hú, na most elmegyünk, összeszedjük a térképet, na most, de aztán nem mentünk sose. Aztán. Igen, na Krisztián, ez az én tartalék elitrám, mert a Krisztián elvesztette a sima elitráját, aztán a tartalék elitráját is, szóval nekem most oda kell adnom a tartalék elitrámat a Krisztiánnak, ja. És elmegyünk majd elitrát szerezni egy streamben, amit a Commando streamek csatornán, ami a leírásban ott van, meg tudtok majd nézni vissza. Ja, egyébként srácok, ha van kedvetek, akkor feloldhatnátok a chainmail-es átok alól, és akkor nem veszteném el állandóan elitrám, mert azért halok meg mindig, mert ja. Chainmail-lel kell mennem. Szóval, ha lesz a videó alatt egy olyan komment, hogy feloldom a Krisztiánt a chainmail-es átok alól. Ha az lesz a top ez komment. És 100 like lesz rajta legalább, akkor feloldódik. Máté, nézd bele nekem ebbe a chestbe, hogy találsz valami olyan dolgot, ami kell neked. Nem. Kezd mondjuk az elejéről. És mondd a nevet. 4 clayball? Igen. És az kell? Hát nem kell, az nem clayt kell magarunk. Jó, hát, márhazsak. Na, Máté Smite-ötös kardját leveszem a falról, és elmegyek vele. Nem! Egy kis XP-t ütni. Nem, a Máté Smite-ötös kardját. De ez a Máté Smite-ötös kardja, ezt ne felejtsd. Na szóval, én közben elkezdem akkor építeni. De jó, a... Máténak tud repülni. Ja, nekem tök jó. Na szóval, elkezdem akkor építeni az iskolát, szóval akkor azt mondta Krisztián, hogy legyen téglából. Ja, és hol legyen? Azt se beszéltük még meg. Szerintem egyértelműen... Te beszélt meg a srácokkal, addig én farmolok. Oké. Szóval egyértelműen a birtokon kellene lennie, és itt ez az út nem vezet sehová egyenlőre. Úgyhogy, ezt itt kivágom ezt a fát, és itt fog fölmenni ide, az iskolához. Itt lesz egy nagy épület, akkor ezt is ki kell vágni itt, ezt a fát. Szóval most elég sok fát ki kell vágni, de nem baj. Hát ilyenek ezek az iskolák. Ilyenek ezek az iskolák, sok fát ki kell vágni, értük. Hát igen, ma ahhoz, hogy okos legyél, az a fának meg kell halni. Ahhoz, hogy okos legyél, ahhoz sok papír kell, tehát. Hát igen. Logikus, logikus. Az arra vagyok kíváncsi, hogy mikor leszek már alkemi mester, szerinted már. Alkemi mester? Tényleg a alkemi laboratóriumodat is meg kéne építeni. Ja, és akkor lehet, akkor majd tudok dobálni cuccokat. Jaja. Nos, szóval akkor én ezt elkezdem kivágni ezt a izét. Fából nem szokott lenni iskola, mi? Ez olyan hülyén néz ki. Nem. Egyértelműen brickből kellene megépíteni. Ja, várjál, mert legyen egy tanári, vagy igazgatói, igazából tök mindegy, meg legyen a tanterem egy darab, és akkor ott lesznek benne a diákok. Szerintem így legyen. Ja, legyen tanári. Hát igen, és akkor ott lesznek ezek a tudod, láda, meg ilyesmi. Jó, van, ahogy gondolod. Meg a kávéfőző. Mikró. Ja, mikró. Amúgy tényleg volt mikró. Tudom. Egyszer melegítettek nekem tejet. Nekünk meg olyan volt az iskolában, hogy bementünk a titkárságra, és ott volt a kávéba kockacukor, és mindig kértünk kockacukorot. Ja. És kockacukrot zabáltunk az iskolában. Na, szóval akkor szerintem ez bele kéne egy kicsit válni a földbe. Tudod, Máté, mit kéne csinálni szerezni, Máté? Na, mit kéne csinálni szerezni?
a Minecraft legritkább itemé. Na és az mi? Szigany? Nem. Hát pedig azt is kéne. Nem. A Wither rózsa, vagy micsoda. Amúgy ez tényleg jó. És ez miért kell neked? Mert szeretnék szerezni olyat. Aha, jó. Mert az a legritkább item a világon. Hát azért nem a legritkább, de... Mi miért a legritkább? Hát nem tudom, szerintem a szigany. Amúgy nem. Fogalmam sincs, hogy melyik a legritkább amúgy. Szerintetek melyik a legritkább item? Írjátok a kommentben. Várjál, kéne nézelődni valami iskolákat, hogy hogy néznek ki az iskolák. És el kéne menni agyagot szerezni, csak nem tudom, hogy hova. Át vagy a Netherben? Igen. Jó, vannak akkor. Ezek a lapos tavak, és ott mindig vannak ilyen agyagbogyók. Igen, tudom, valahova oda kell menni, csak nem tudok most így hirtelen egy helyet sem. Mocsarat kell. Na, el kell mennem clayt szerezni, hogy legyen. Én is mindjárt megyek, nyugi, már csak föl kell bónuszolnom az elitrámat, meg kell csinálnom igen. Magamnak kardot, meg csákányt, meg páncélzatot. Na várjál, merre kéne mennem? Várjál, vegyük figyelembe a térképet, amit eddig felfedeztünk. Csak az a baj, hogy pont rossz fele mentünk. Rossz fele kezdtük el menni, mert a tengert kezdtük el felfedezni, na mindegy. Na jó, onnan tudjam, hogy arra van a tenger. Na, kés. Így fölfele kezdtünk el menni, ott annyira nem látok tavakat. Szóval, hát ott van egy kis sekély víz, talán oda elmehetek. És ez ugye, merre van ez? Arra. Tehát fölfelé. Akkor menjünk. Hopp, ott már látok is clayt. Ezeket itt ki is szedem. Itt is van, azt amennyi. Na, akkor ez itt jó is lesz. Jó. Itt ki is szedem őket. Van ez akkor affinity-m? Nincsen. Na látjátok, még nekem sincsen. Ja, mert te is meghaltál most nemrég. De te mitől haltál meg? Te béna. Hoppá, de várjál, mert nekem silk touch-os a izém. És ezt hogy kell? De amúgy csináljuk valami terrakottából is amúgy. Most, várjál. Fortune kellene nekem. Nem, ez jó, az a brick, ez jó lesz. Szerintem is. Fortune-os ásó kell. És azzal kell kiszedni majd. Otthon lerakom és kiszedem a fortune-os ásóval. Mi van ott egy ágy? Nem tudom, biztos valaki. Egy random... A Hero Brain! Máté, merküljön onnan gyorsan, ott van a Hero Brain! Nincs itt senki. Mi a franc? A Hero Brain ott aludt te, dögőrül. Szerintem amúgy ez az enyém. Nem ott töltük a bitert? Nem. Nem, hanem mentünk el valahová, és éjszaka lett, és gyorsan leszálltunk, és aludtunk, és szerintem az egyikünk itt hagyta. Úgyhogy ezt elviszem. Na jó, nem tudod mit? Itt hagyom. Maradjon itt egy kis örökemléknek. Nincs nagyon rá szükség. Loyalty 3. Nincs se respirationöm, se aqua affinity, már milyen ember vagyok én. Van. Jaj, meg Máté, tudod mire is lesz jó az iskola? Végre tudok chainmail cipőt. Nincs már, elfogyott a chainmail cipőm. Chainmail. Régen volt egy olyan teória, srácok, írjátok le kommentbe, hogy ti emlékeztek-e rá. Így a claytől el kellett menni így bizonyos irányba, bizonyos blokkig. Mm-hmm. És ott volt a gyémánt, és az tényleg... nem is teória volt, mert én megnéztem egyszer egy videót, igen, és átnézte, tényleg. És ott tényleg ott volt. Hát én is kipróbáltam, és tényleg ott volt. Szóval ez amúgy, ez nem direkt volt, hanem ez valamilyen probléma. Hát szerintem. Nyilván ilyen pont így jött össze a programozás, hogy... Igen, igen. Ez ilyen programozási hiba volt szerintem. Igen, hát, nem is feltétlenül hiba, csak ugye itt összefüggenek igen, a dolgok. Igen, hogy mondták, hogy ebben a 0-1-es számrendszeres programozásban nincs olyan, hogy valami teljesen random, hanem mindig... Nyilván. Igen, mindig vannak ilyen sémák, és akkor ez is egy ilyen séma volt, hogy ez nem random volt, hogy hol van a gyémánt, hanem ilyen sémák szerint volt. Yeah. Na, elég sok clayt szedtem már, szerintem ezután elindulok vissza, és megnézem, hogy milyen nehéz amúgy összeszedni, meg ez a nincs respiration, hanem ez is annyira idegesítő, hogy borzasztó. Oké, na, akkor én visszaindulok, és akkor kell egy fortune-ös... Silk touch-os csákányom lett. Na nem igen, az. És nekem nem silk touch-os kell, hanem fortune-ös ásó. Úgyhogy menjünk. Húzom a fire protection-öt, de mindenre azt kar tenni. Unbreaking 2-es könyv. Juhu! Na igen, és ezt szeretnénk most elkerülni ezzel az iskolával. Természetesen ezt csak mi nevezzük el iskolának, igazából csak falusiak lesznek benne, és árulnak majd nekünk könyveket. Meg kéne nézni, nézd, égetek ki egy kis clayt. Szóval, Krisztián, itt van... Ugye, itt szoktuk mindig megnézni, hogy a blokkok igen. Hogy néznek ki. Itt a brick block. Ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon király, jó. Ez nagyon királyul néz ki, és akkor meg kellene nézni, hogy ezzel néz mondjuk ki jól. Ezzel elég jól néz ki amúgy. Van a sima dzsungel log. Azzal is jól néz ki, meg az illik a falu képéhez. Igen, az is illik. Van ez. Ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. És van
ez. Ez a cherry. Akkor ezt használjuk, mert ez új. Igen, és akkor várjál, ezt is használtak, ilyet is esetleg hozzá. Mit szólsz? Hát ja, azzal a cherryvel, meg ezzel a rózsaszín. Rózsaszín cherryvel. Lehéjazott cherryvel. Oké, okay, jó, akkor megbeszéltük. Akkor cherry. Cherryből, meg brickből fogjuk építeni. Viszont akkor el kell mennünk, vagy jó. Ültessünk cherryt, Krisz, most itt eszembe. Nem kell elmenni cherryt bányászni, vagyis őzéni, szedni. Józzá már innen! A fenébe most nem ratyogott a fingom, ezt nem hiszem el. Hát néha előfordul van, amikor nem ratyog. Tudsz segíteni? Aha. Jó, abba kell segíteni, hogy ültessél cherryt. Jó, már is ültetek. Itt csak... van nálam. Ha ide gyere hozzám, és odaadom. Megyek, csak nekem ez egy csomó időbe telik ám, mert nekem már mizén van. Elitrá és farmalásom. Szóval akkor itt lesz az iskola, itt lesz egy folyosó, és akkor a tantermeket úgy kéne megcsinálni, hogy látom, hogy inkább hosszú lesz, mint magas, vagyis hogy széles. Az jobb is, mert a folyosó is hosszúkás, plusz úgy lehet majd úgyis behelyezni a tanulókat, úgyhogy, ja. Szerintem azért ennyire hátra nem kell hozni, meg ugye nem is lesz ilyen magas feltétlenül, szóval így elég lesz szerintem. Oké, itt lesz a folyosó, és akkor ezt kell még itt kiszedni. Oké, na, egész gyorsan kiütöttem itt a, ezért ott egy piros, miért van ott egy piros bárány? Ez már túl durva ez a lapát, amúgy, hogy a beacon... Ja, idáig elér a beacon. Na, az tök király. Akkor innen tudok izélni. Hoznál izét, ha megkérlek? Cherryt. Itt hozzok. Van egy cherry blossom. Vagy sapling. És lehet, hogy nem egész nap itt állsz, és nem csinálsz semmit, te lustadög! Azt a rohadt, ebből rengeteg fog kelleni, Krisz, ebből a izéből. Hallod? Öt brickünk van. Öt brick blokkunk. Komoly. Ja, izéből? Agyagból? Igen. Oké, és akkor ültetek, várjál, kell, Máté, tudsz adni ezért, mert nekem már ez a hogy hívjákom sincs, mert eltűnt az összes, ez a shulker box. És tudsz adni fireworköt? Mert nem tudom, hogy hol van firework. Hát nekem se nagyon van firework. Hát nekem miatt. Volt most 1000, csak meghaltam. Ja, remek, szóval akkor megcsinálsz 1000 fireworköt, és utána elcseszed. Gratulálok. Hát farmoltam ezért. Mindjárt farmolást kapsz, hogy ketté törik a orrhegyed. Hú, ez kicsit nehezebb projekt lesz, mint gondoltam amúgy. Most félek repülni, traumám volt attól a eseménytől, hogy meghaltam ott a világ végén térképgyűjtés közben, és igen. Most félek repülni az Elitrával. Igen, mert olyan meg óvatosan szálltam le, és mégis meghaltam. Jó, hát nem olyan nagyon óvatosan, de hát azért egész óvatosan. Viszont nincs nem volt... Nincs fortune-ös izénk. Most akkor hogy csináljam meg? Most akkor meg sem tudom csinálni. Van hát... fortune-ös, azt hiszem, könyv. Szóval akkor csak kell csinálni az apát, ezt rakten. Persze. Nincsen. Ezt nem hiszem el! Akkor kell gyorsan enchant... Ja, de már én is 16-os vagyok. Akkor gyorsan enchantoljál. Én is 17-es vagyok. Vagy akkor enchantoljál meg. Fortune 2! Na, itt van az, ad Fortune 2-est. Egy emeraldér ráadásul. Oké, okay, na akkor meg is vettem. Na, én tudtam, hogy ad Fortune-t, és Respiration-t is ad, ha jól emlékszem. Nem, Smite-ot ad. Fortune 3, ez 6 szintbe kerül. Akkor nem azt a pont kijöttem, 8 szint! Let's go! Oké, na ez a farcsönös Diamond Shovel. Na és akkor azt kell csinálnom, hogy várjatok, oda megyek, lepakorászom az összes clayt. Oké, szóval lepakoltam, és kell most nekem a Efficiency 3, Fortune 3, de ez amúgy szerintem... Ah, de ez is kiszedi. Oké. Azt a, na ez ad! Na ez 48-at adott ennyi alatt. Szóval akkor ezzel kell majd menni szedni a clayt. Ja, a fortune-ösen. Szerintem ezzel a fortune-ösen most így meg is lesz. Annyi, amennyi kell is. Komoly. Hát igen, mert ez annyit ad, mint az őrült. Azta! Jó, mondjuk ezt az én 4-jel el kell osztani, az 16 brick jön ki ebből. A 64 brick. Na hát szerintem az lehet, hogy ilyen elég lesz. Ilyen doppőjük! Már te megtanulod a hülye paók! Lesz raum. Hát küzdjél vele, küzdjél. Már megöltem. Na, látod, akkor mit kell itt hisztizni? Csak már rég Minecraftoztunk is. Kimentél gyakorlatból? Hát ez eddig nagyon csekélyű haladunk ezzel amúgy. De nem baj, meg fogjuk csinálni, és ez két emeletes lesz szerintem. Mondjuk meg is kell ezeket majd tölteni falusiakkal, szóval még azért akkora helyet nem kell belőle kialakítani.
viszont nem akarom nagyon később már bővítgetni, meg ilyesmi, hanem egyből megcsinálni, és akkor lesz benne sok hely, és akkor majd oda be lehet rakni a falusiakat. Csak valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy könnyű legyen bevinni a falusiakat oda. Jól van. Na, Krisztián, hol vagy? Gyerek, itt a tengerparton farmolom a cserifát. Gyere, nézd meg. Oké, megyek. Ja, ott beljebb azért jöttem ide ki, mert ott összenőtt a többi fával. Aha. És nem akar lebomolni a izéje. És így szoktam most már fát farmolni, nézd, hogy így ja, beültetem. Látom. Nem fölépítem magam mindig, hogy ki tudjam vágni a fát, hanem lejjebb teszem a fát. És akkor a fa van le. Ja, okos, ilyen lusta taktika. Azt a Krisztián, itt van az első bunkerünk. Komoly. Azt, és már hogy megváltozott minden amúgy itt körülötte. Azt az a templom, de rohadt jól néz ki meg mindig. Azt a... Szálljunk oda fel a felső ablakhoz. Jó. Ó, de menő. Ez nagyon jó. Ide mondjuk nem raktam még ablakot. Azt... Hello, Harold atya! Mi a helyzet? Hello, Harold atya. Jól el vagy itt? Olyan üres ez a templom. Hát nem üres, hát... Mert most nincs mise. Hát igen, most nincs mise. Elképesztően nagyon királyak ezek az építmények amúgy ezen a pályán. Nagyon-nagyon jókat építünk. Nem kéne inkább hármas legyen a kapu magassága bejárat? Hát hogy legyen hármas, te okos tódor? Hát hogy három magas, hármas. Hogy legyen hármas, mikor ajtó lesz, te nagy okos? Hát ne legyen ajtó, hanem csak így lehessen, ilyen kapu legyen. Mert a suli ajtó az mindig ki van nyitva a bejárati ajtó. Jó, persze már. Ez nem templom. Ez egy iskola. Hát igen. Az iskolájtaja mindenki előtt nyitva áll, aki az tudásra szomjazik. Na kész havi, van már, 15,000 forint meg tudjam tanulni, na. Hogy hogy kell repülni. Mi a bajod? Meg nem elveszíteni a cuccaim. Még nincs kész az iskola, még simán elveszítettet. Pedig legyen úgyhogy... kész. Egy nappal később. Egy videó közepén vagyunk éppen, és streamelni fogjuk, ahogy farmolunk. Összegyűjtöttem pár dolgot, ami kelleni fog hozzá, és akkor most összeszedjük streamben. Várjatok, majd felírtam, hogy mik kellenek hozzá. Quartz, clay, endrod és sea lantern. Meg spruce. Köszönjük, ne húzzuk az időt szerintem, hanem fogjunk meg egy ládát, és pakoljuk bele majd a cuccokat, amik kellenek. Uh-huh. Két chestet csináltam, és akkor lerakom oda. Ide majd gyűjtjük a cuccokat. Ja, és akkor mindig visszajövünk, és akkor oda tesszük be. Ide kell berakni. Jó, ennyi clay van egyenlőre, de azt lehet, hogy ki is égetem majd, mondjuk most nem tudom. Pár órával később. Hát szerintem ennyi elég lesz most már. De nem tudom. Majd még, hogyha nem, akkor majd még szedünk. Igazából nagyon gyorsan lehet szedni, tehát nem olyan nagyon nagy probléma. Na szóval akkor megvan a nyersanyag, és akkor szerintem én el is kezdem ezt építeni. Készen is van az iskola. Ezt el se hiszem. Ezt, Krisztián, te elhiszed, hogy készen van az iskola? Az hogy került ide? Ha most itt répát szedtem, azt egyszer csak ide termelhet. Hát igen, ilyenek ezek az iskolák. Azt a... Elképesztően nagyon jó lett, srácok. Nem lehet bemenni. Milyen szar iskola ez? Le jó iskolákba be lehet menni általában. Most mondtad körülbelül 5 perce, hogy a iskoláknak mindig nyitva áll az ajtaja. Ez az. Azoknak, akik tudásra szomjaznak. Tehát te nem szomlázol az a tudásra. Ennek miért már nyitva? Na, Krisztián, várj. Le kell tenned az iskolai esküt. Gyere ki onnan, Krisztián, le kell tenned az iskolai esküt, mielőtt bemész. Na, szóval srácok, elképesztően nagyon-nagyon jó lett ez az iskola. Itt a tetején hagytam egy kis bővítési lehetőséget még, és ezt elárulom, hogy ide fog kerülni a falusi tenyésztőnk. Jó, itt fogjuk tenyészteni a falusiakat, itt ezen embereket a szentelyen. Embereket akar tenyészteni. Igen, jó, pontosan. Elég Máté. Sok nyersanyagot elhasználtunk, amúgy téglából egy kicsit sokat szedtünk. Máté, megkérdeztetek valamit? Na mi? Nézd csak bele abba a sulkárba, az már. Igen.
asztalt. Ezért szenvedtem ennyit, hogy... De én mondtam, hogy ebből nem kell, ezt te erőltetted. Mit én erőltettem? Azt mondtad, azért szedjünk tele egy Shulker boxot. Ezt mondta a streambe. De mindegy, Krisztián, például azt a falusi... tenyésztőt itt például téglába fogom építeni, és akkor jó lesz. Na. Ez komoly, azt a Máté, ezt okay. Figyeld, ez a legerősebb inda szerintem az ever történetében. Nézd. Azt a megtart egy egész fát. Azt a milyen inda, mi? Ez a gyökere. Ez már ilyen fá, befásodott inda lehet. Na, Krisztián, gyere, nézd meg az iskolát, és tedd le az iskolai esküt. Gyere már ide, te majom állat. Hújja! Aki előbb bejön az iskolába, az gyere. Nem, medzbe, gyere ide. Mi? Azt mondtad, hogy gyeljek be. Gyere ide, én vagyok az igazgató úr. Jó, mostantól így nevezel, hogyha ide igen, belépünk. Te vagy itt a diri. Igen, te meg a kis zöldfülű újonc első éves. Le kell tenni az iskolai esküt, ami az, hogy elszavalod a szózatot. Az egészet. Elejétől a végéig az egész szózatot. Kaptak egy kis segítséget az eleje, hogy is kezdődik? Az eleje, hogy is kezdő. Na nézd, Máté, várjál. Úgy, hogy ne csalhassak, mindent kiveszek a kezemből, hogy, ne, hogy yeah. Láss, hogy nincs semmi puskám, yeah. Semmi ilyesmim, jó? Jó. Yeah. Na, és akkor mondhatom. Mentheted. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Néhány perccel később. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Na, fölmondtam egész szózatot, nem puskáztam, ugye, amit kicsit... láthatod, a mindkét kezem az teljesen üres, szóval nem puskáztam. És még egy screenshotot is mentettem. Remek. Na most, hogy elálmosodtunk, Krisztián, beléphetünk. Miért álmosodtunk el a szózattal? Jój, de azért gonosz, te áruló! Azért lassan mondtad, de ügyes, Csémál, te maja! Felakasztani, áruló! Lépj csak be a folyosóra. Sajnos csengő még nincsen, mert a csengős az még nem jött el. Hát akkor vegyünk, ott van emerald, tudunk venni csengőt. Rendelünk a emagról. De nincsen emeraldunk, vagy van? Van, persze. Vagy akinél lehet venni a... Itt. A karateséfnél? A rubber nektárnál. Karateséfnél lehet venni. Gyere, rubber. Rubber! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a hozzájárulásod a Patkós Bika tábori általános iskola és gimnáziumhoz. Na, visszarakom a... Azt, amilyen smoothot mentem itt. Láttad? Uh-huh. Na. Ja, nagyon király. Azt a jó álmos vagyok, annyit építkeztem, hogy... Alig várom, hogy bemegyek az iskolába, let's go! Bejöhetsz az iskolába, várjál, csak be kell, hogy csengessenek először, várjál. Oké, és csengőt azt ide fogom rakni, és... Wow, becsengettek! Na menj be a termedbe, Krisz! Oké, bement a termedbe, rendben, azt, amilyen jó kis terme van a Krisztiánnak, még táblája is van. Itt vannak könyvek, ezeket majd... Jóhó! Megtöltjük könyvespolcokat. Ja, okay, várjál, leveszem a történelem könyvet. Na. Történelem ismeret. No, kés. Az üres polcról levetted? Igen. Meg nincsenek tankönyvek. De ez pont ott volt a hátul a sarokban. Jó van, mert tanítás. Oké, na én vagyok a tanár. Oké. Szóval. Te vagy a tanár, hú, akkor nem sokat fogunk tanulni. Köszönjük. Na, ilyen tudatlan embertől. A történelem. 2021. Május. Hush! Akkor egy nagyon fontos dolog történt, ugyanis. Megszületett. Kovács Lajos Elemér. Ez komoly. Ha? Májusban volt. Igen. Ahogy nem tudom, kb. A Csipánka tábori csatáról mikor fogunk tanulni, mert én már azt várom. A Csipánka tábori csatáról? Igen. Most. Na, szóval okay. Csipánka tábori csata elképesztően de most a Kovács Lajos Elemér születésének mikor még köze van Csipánka tábori csatához? Semmi, hát ez egy másik téma. És akkor előbb miért arról kezdtél beszélni, és most meghirtem. Mert nem tudtam, hol tartunk. Nálam nincs tankönyv nálam. A diák tudja, hogy hol tartunk, a tanár meg nem. Kussolsz! Megveri a diákot! Az igazgató. Megyek a ombudsmanhoz, vagy ki ez? Milyen ombudsman? Hey. Na, szóval srácok, itt berendeztem minden tantermet. Nyilván ez csak ilyen díszlet. Mert itt lesznek majd a falusiak. Ide fogjuk őket behozni csónakkal. Ide fogjuk pórázzal kötni őket a padokhoz. Csónakkal ide hozzuk, te majom ember. Csónak. És itt fognak ülni, és akkor majd ide lehet hozzájuk jönni, venni könyveket. Elsősorban szeretnék Unbreaking 3, Protection 4,
ilyesmi fajta falusiakat megcsinálni, és illetve itt a nagy előadó terem. Oszta! De kinej! Azt a milyen jó redőny roló van itt az ablakokon. Ja. És ráadásul nézd, Krisz, ezek nem is igazi ablakok. Észrevetted? Ez komoly. Milyenek? Ezek fake ablakok. Mi ez a Matrix? Ezek fake ablakok, mert nem tudtam mesélni, és a sziklába lett volna ablak. Viszont így meg tudtam oldani, hogy ilyen valósághű ablakok. Mi ez a vannak. Matrix? Oké, itt még lesz szőnyeg, csak nem volt kedvem összegyűjteni a és gyapjút. És itt tartjuk benne a gyerekeket? A neonfénycső... Igen, de ezek nem gyerekek, ezek felnőtt falusiak. Na, mindegy, itt lesznek, ide azt hiszem mennyi fér be? 18 darab falusi, ide meg ugye 8 ebbe a két terembe, szóval lesz elég sok falusink, 26 falusink tud ide beférni, annál több könyv szerintem nagyon nem is fog kelleni, szóval ez bőven elég lesz ahhoz, hogy minden olyan könyvet, ami kell, azt meg fogjunk tudni szerezni Emeraldért. Szóval, nagyon király lett ez az iskola, nagyon örülök, hogy elkészült, még ebben az epizódban. Úgyhogy, ja, Krisz, te mit gondolsz erről az iskoláról? Én azt gondolom erről az iskoláról, hogy nézzük meg a ház tetejéről. Jó. Azt a tejé, az a folyosó, nagyon király, nagyon szuper lett. Ja, nagyon jó lett. Srácok, pontozzátok a kommentekben, hogy szerintetek egy 10-ből hanyas lett ez az iskola. Nézzünk rá egy pillantás vetést. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és plusz még ugye fejleszthető lesz, mert ott a tetején lesz a falusi tenyésztő. Ja. És onnan fogjuk lehozni a falusiakat, és berakni az iskolába, jó, hogy... Jó, tenyészteni akarja az embereket. Ja, hát az a falusi tenyésztő, az nem másból fog állni, mint két darab falusiból, amiből jönnek majd kis falusiak, amik megnőnek, és a nagy falusiakat... A kik, ami mit csinál? Mi állatként kezeled a falusiakat, te büdös dög? Na és azokból fog kijönni a nagy falusiak, akik... átmennek egy zombi folyosón, és megfertőződnek zombivá, aztán pedig visszaváltoznak emberré, és olcsóbban fogják adni a cuccokat igazából. Na. Srácok, ez megőrült? Hát dumáljál már bele folyamatosan, hogy meg mit beszélek. Meg akarja ölni, de valósiak. Te akarsz megölni mindenkit, te magam ember. Te mit szózz? Szóval nagyon jó lett azt, kiütöttem véletlenül egy lambot. Na szóval, srácok, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek milyen lett ez az iskola, és hogy nektek mennyire tetszik, mert nekem elképesztően tetszik ez az iskola, nagyon jó lett. Természetesen ezt is úgy csináltam meg, hogy egy másik pályán először megépítettem kreatívban, hogy meg tudjam nézni, hogy milyen dizájnt szeretnék, és aztán átjöttem ide, megszereztük streamben a nyersanyagokat, és utána pedig felépítettem. Nem volt nehéz dolgom amúgy, szóval, ja, nem egy nagy épület, de igen, egy újabb gyönyörű épülettel gazdagodott a Patkós Bika tábor. Mit szólsz ez, Krisztián? Én azt szólom, hogy nagyon szuper. És Máté, a Suspicious Two az mit csinál? A Suspicious Two az egy random jó, vagy rossz effektet ad. Oké, na, akkor? Ja, nem. Egy random bármilyen effektet adhat. Bármilyen, akármilyen effektet. A vagy jó, vagy rossz az ugyanaz. Hát igen, szóval, de jó, csak nem vagy jó, vagy rossz, hanem bármilyen effektet adhat nem az egész játékban. Semleges effektet is adhat. Hát igen, mondjuk jump boost, vagy ilyesmit. Az nem semleges, az jó. Hát jó, mindegy, akkor nem tudom, jobban na, elmondani. Mert akkor lehetne olyan videót csinálni, hogy mondjuk, mit tudom én, ha így fogunk és mesélünk egymásnak viccet, és hogyha mondjuk nevetünk, akkor indunk el egy Suspicious Two-t. Jó. És a következő videóban, srácok, szerintem ezzel leszünk kapcsolatosak, ugyanis erre fogunk építkezni, és nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy micsodát fogunk erre fele építkezni. Szerintem sejtitek. Ja. Mert az előbb mondtam el. Mondtad amúgy a videóban, hogy a streambe farmoltuk a cuccokat? Benne volt a stream a videóban, te nagy okos. Jó, hát én azt még nem láttam. Hát persze, hogy nem láttad, mert még csak most fogom megvágni. Szóval akkor most még meg se van vágva. Most még nincs. De akkor hogy lett már fönn a csatornán a videó? Hogyha még meg sincs vágva. Egy még megvágatlan videó, az nem lehet már fönn a csatornán. Hát így valami nagyon gyanús dolgokat mondasz te itt. Nagyon gyanús vagy te itt nekem.